Június 29-e és július 1-e között 31. alkalommal rendezték meg a Mária Gyüdi ifjúsági találkozót. A fiatalok tanításokon, kiscsoportos beszélgetéseken és koncerteken vehettek részt. Mit ad a mit a fiataloknak? Találkozót, találkozást, lelki élményt, közösség élményt, valamelyest fesztivált is, csak más értelemben, mint ahogy ezt a világ adja. Mi az idei mitnek a mondata, a mottója, mi alapján épült fel? Az idei találkozónak a mottója, hogy evezz a mélyre. Ez összekapcsolódott a Kocsis Fülöp atyának a személyiségével, mert már valamikor ősszel őre gondoltunk, vagy majdnem mondhatni a nyáron, mert Madridban ott ő tartott katekézist, és hát nagyon tetszett a fiataloknak, nekem is, és nagyon mélynek tűnt. Nagy mélységeket mutatott meg az egyszerűségével, őszinteségével, és hogy a mai rohanásnak, a mai felszínességnek egy ilyen felhívó jelszava lenne ez, vagy lett annak szántuk, hogy evezz a mélyre. Ami én bennem megfogalmazódik, hogy miért, meg hogyan van ez a mélység, ez abban van talán, vagy ott találnám megragadhatónak, hogy szinte bárkivel beszélgetek, nagyon szívesen beszél az érzéseinek a mélységeiről. Hogy egy beszélgetésben nagyon nagy örömmel, kíváncsisággal mennek le, hogy ő mit él át, és hogy annak mi az értelme, hogy értelmezze, mi van ott lent az érzések mélyén, a szenvedésben, a düben, a csalódásokban, hát még akár az örömökben, vagy hivatásban, és hát ez teljesen így passzol az ifjúsághoz is. Önt az élőkönyvtárban is ki lehetett kölcsönözni. Mit kérdeztek öntől a fiatalok? Ezernyi kérdésük volt, és az én könyvem, az én tartalemjegyzékem jobbára a görög katolikusságról szól, de aztán kérdezek nagyon-nagyon sok mindenről, a házasság előtti nemi kapcsolatról, aztán a papi cölibátusról, a szerzetességről, monasztikus szerzetességről, imádságról, és hát persze a görög katolikusságról, annak a történetéről, teológiájáról, hogyan kapcsolódik a római katolikusokhoz, hogyan az ortodoxokhoz, az egységet hogyan lehet munkálni így hívőknek is, fiataloknak, ennek különösen örültem ezeknek a kérdéseknek. Látszott, hogy nem csak kíváncsiskodó, tudálékoskodó kérdések voltak ezek, hanem keresik a felelősséget is, hogy nekik mit kell tenniük ennek érdekében. Szóval nagyon hasznosnak éreztem ezeket is. Ön szerint miért fontos, hogy legyenek ilyen ifjúsági találkozók, és a fiatalok találkozhassanak egymással? A fiatalok találkoznak egymással. Tehát a fiatalság létéhez hozzátartozik, hogy közösségben szeret lenni, ott ismeri föl önmagát, a kapcsolatokat nagyon szereti, újakat létesít, mindenképpen, hogyha erre nem készítjük, akkor is. És az ifjúsági találkozók próbálják mindezt olyan mederbe terelni, amely eredményeképpen ők az Istenhöz jutnak. Tehát ez a nagy közösségi vágyuk, az együttlétnek az öröme egyben vezesse őket az Isten felé, az Istenhöz. Hát ez itt nagyon szépen megmutatkozik, és erről beszélhettünk is, hogy a közösségbe tartozásod nem csupán egy jó érzés annak, hogy figyelnek rám, hogy a többiek itt vannak körülöttem. Az embernek ez a vágya, hogy közösségbe akar tartozni, ez az isteni közösségbe való vágyódásának a kifejeződése. És hogyha erre a fiatalokat ráébresztjük, nem is csak értelemmel, hogy hát elmagyarázzuk, hogy ez azért van, hanem olyan közeget teremtünk, amelyben az Isten jelenlét, az Isten szeretetének a megtapasztalhatósága párosul a fiatalok együttlétével, akkor önkéntelenül is megélik ezt, hogy ők most az Isten közösségéhez közelednek. Hol hallottál és miért érkeztél ide a mitre? Én Szekszárdi vagyok, és a plébániánkon hirdették az atyák, hogy ez lesz, és már nagyon régóta ért nekem, hogy szeretnék elmenni egy igazi jó lelki gyakorlatra. Szerencsém is volt, mert a Szekszárdi Antiókiás csoportunkból is többen jöttünk, úgyhogy nem voltam egyedül már. Főleg ez volt a fő indok, hogy együtt is eltöltsünk egy kis tényleg ilyen minőségi időt a hitben. Mit vártál a találkozótól? Ugye ennek a mottoja is az, hogy evezz a mélyre, úgyhogy én ezt így eléggé személy szerint fogtam fel, hogy kicsit magamban nézzek, és megkeressem valahol Istent, vagy hogy hol tud velem lenni és segíteni. És akkor a többiekkel is elhatároztuk, hogy ezt majd szeretnénk átültetni a mindennapokba is, és így próbálkozunk ezzel.
amit vártál ezekben a napokban, megkaptad-e? Eddig én abszolút nagyon jó workshopok voltak, meg beszélgetések mindenféle témában, tényleg bármit választhattunk szinte. Nekem nagyon tetszett, most majd az esti szentségimádást várjuk még nagyon, úgyhogy jó, tényleg. Miért ajánlanád másoknak ezt a találkozót, ezt az ifjúsági találkozót? Egyrészt nagyon jó oldott közegben tudnak esetleg új kapcsolatokat vagy barátságokat kötni, mindenki nagyon közvetlen, tehát az szembe tűnik, és ez nagyon jó érzés. Nagyon játékos az egész, és így mindenki tényleg a fiatalok nyelvén szólítanak meg, ez nagyon vonzó lehet így még az ilyen korosztálynak. Másrészt meg hát ugye elég ritka szerintem, hogy valahogy a keresztény közösségek így módon találkoznak, főleg a fiatalok között. Mert a mai fiatalok általában máshova járnak, és nem ilyen helyekre, és szerintem meg kell ragadni az ilyen alkalmakat. Ma az Élő Könyvtár van most itt délután, te kikölcsönöztél valamelyik könyve? Igen, én is voltam. Évi és Gyuri tartotta, a párkapcsolatokról szólt, és főleg a keresztény szemmel nézte, és ezekről, hogy mit érdemes, hogyan érdemes. És így a többen is elmentünk, a barátnőimmel is nagyon jó volt. Miért készül ez a mozaik kép? A Hittudományi Főiskola mindig szeretne megjelenni a Mária Gyüli ifjúsági találkozón, és azt gondoltuk, hogy ilyen még nem volt. Nekünk kellene egy nagyon-nagyon szép Mária kép, és a fiatalok ügyességében bíztunk, amikor ezt hoztuk. Milyen műhelyi munkában vehettek részt nálatok a fiatalok? Ez egy olyan műhelyi munka volt, ami tulajdonképpen egy 2-3 perces jelenetet tartalmazott. Mindegyik jelenetben 2 vagy 3 szerepeltünk, és ezek fiktív jelenetek voltak. Egyikünk Jézus személyesítette meg, és további egy vagy 2 ember pedig egy olyan szereplőt, akinek az életében valamilyen probléma van jelen. És a jelenet azt próbálta nagyon leegyszerűsített és szemléletes módon bemutatni, hogy vajon Jézus hogyan reagálná le ezt a problémás élethelyzetet. Hello, Eszter! Hello, uram! Mi a helyzet? Beszéltetek Anikóval? Nem igazán. Megbocsátottál neki? Nem, igazából azon gondolkodtam, hogy miért is kéne megbocsátanom neki. Mert erre kértelek. Oké, uram, de miért? Ne foglalkozz a miérttel, bocsáss meg neki is, legyen elég ez. Igen, uram, de tudod, Anikó hozzáállásával nagyon komoly gondok vannak. Figyelj, Eszter, elhiszed, hogy én tudom, hogy nektek mi a legjobb? Persze, uram! Te Jézus szerepét játszottad, hogyan reagálnál le Jézus szerinted? Az a szerep, amiben nekem bele kellett helyezkednem és elő kellett adnom, nem biztos, hogy mindenben megegyezett azzal a reakcióval, amit én adtam volna. Úgyhogy ez nekem is egy feladatot adott, hogy egy megadott szöveggel hogyan tudok azonosulni, és hogyan tudom ezt a szöveget a saját Jézus képemmel feltölteni. És ez egy nagyon izgalmas feladat volt, és ebben a két Jézus felfogása részben különböző volt, de mind a két perspektíva egy olyan látószöget adott, ami azt hiszem, hogy egy nagyon pozitív értelmezést adta Jézus magatartásának. Se baj, és jövő hét? Hát azt hiszem, hogy én jövő héten se fogok ráérni, nem? Nem? Baj van? Nem, semmi. Semmi baj? Semmi. Jól van. Akkor majd egyszer. Oké. Szia. Milyen női szerepek voltak ebben a színdarabban? A lányok a halandó gyarló bűnös nőket, akik nem tudnak megbocsátani, nem tudnak döntést hozni. Én a megbocsátósban voltam az, aki nem tud megbocsátani. A másikban pedig én voltam a kísértő, mert ott meg Anikó oda szeretné adni az életét Jézusnak, és én vagyok az, aki eltéríti a döntésétől, és egy shoppingolásra csábítom, holott ő azt éppen az imént hozta meg azt a döntést, hogy minden döntést Jézussal együtt hoz meg, hogy rábízza az életének a döntéseit. Én csupán annyit akartam neked mondani, hogy már a viselkedésed is egy döntés. Igen, de annyi mindenem megyek keresztül mostanában. Tudom, hogy nagy nyomás alatt vagy. Nyomás? Jézusom! Te ezt nem értheted. Évi, ezért nem megy tovább. El kell döntenünk, hogy ki ül a széken. Vagy te, vagy én. Tudom. De nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz lesz. Na, tudod mit? Tessék. Itt van. A tiéd. Évi, én nem fogom tőled elvenni. Neked kell odaadnod. Neked adom. Évi, döntsd el vére, mit szeretnél. Nem tudok. Már meg is tette.